Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezet Szövetségének elnöke nyitotta meg november 10-én a Moson-Magyaróváron tartott nemzetközi konferenciát. A háromnapos konferencia egyik célja a szaktanácsadók képzése volt, akik a gazdákat tudják segíteni a jövőben. Azon kell dolgoznunk, hogy egyrészt a hazai tudás az egy egységes rendszer keretében rendelkezésére álljon a gazdáknak, ugyanakkor ez a hazai tudásbázis, ez minden körülmények között igénybe tudja venni az Európai Unió többi tagállamából származó olyan információkat, amelyek segítik a gazdákat a versenyképességük erősítésében. Az iToConnect elnevezésű nemzetközi projekt 2019. novemberében indult, most pedig háromnapos konferenciára várták a résztvevőket az Albert Kázmér Moson-Magyaróvári Karon a Francia Agrárkamarával közösen. A háromnapos konferencia része volt a magyar szaktanácsadóknak tartott tájékoztató. Alapvetően az a célunk, hogy tudatosítsuk a szaktanácsadókba azt, hogy az ismeret átadásnak milyen módozatai, milyen módszerei vannak. Különböző gyakorlatokon keresztül szeretnénk ezt elérni, és célunk az, hogy az innovációkat olyan formában közvetítsék a szaktanácsadók, kutatók és különböző célcsoportok a gazdálkodók irányába, hogy azt meg is értsék, és utána mindennapi életükbe tudják majd hasznosítani. A szervezésben partner volt a 2011 óta működő Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. Szaktanácsadók módszertani továbbképzéséről, fejlesztés, módszertan fejlesztésről szól, leginkább az interaktív innováció területén, ami kicsit elvontan hangzik, de a lényeg az, hogy ugye egyenrangú félként együttműködve az ügyfelekkel, a gazdálkodókkal elsősorban valami új megoldást, valami ugye innovatív irányt kidolgozni, kialakítani, ennek a folyamatát, hogy hogyan tudja egy szaktanácsadó menedzselni, erről szól a konferencia. A szaktanácsadóknak tartott tájékoztatóra Erdélyből és Felvidékről is érkeztek szakemberek, akik a konferencián megszerzett nemzetközi tapasztalatokkal és tudással tudják segíteni a gazdákat. A precíziós gazdálkodás és a nemzeti öntözőrendszer kiépítése egy nagyon jó kezdő lépés, és továbbiabban még meglátjuk. Legfőbb dolog az én szempontomból a gazdáknak a tudásukat gyarapítani mindenféle téren. Az iToConnect projekt résztvevője a Wageningeni Egyetem és Kutatóintézet is, az intézményt pedig egy óvári gazdász képviselte a konferencián. Wageningeni Egyetem és Kutatóintézet a többi partnerrel együtt azon munkálkodik, hogy a támogatói környezetet hozzon létre, ezt kutatjuk, és több tréningen belül szaktanácsadói vezetőkkel együtt próbáljuk elérni, hogy egy támogatói környezet alakuljon ki a szaktanácsadóknak, hiszen anélkül nem lenne lehetőség, hogy nem lesz lehetőségük az interaktív innovációk és projekteknek az elindítására. Az iToConnect projekt keretében tartott háromnapos konferencián a résztvevők előadásokon, workshopokon és kirándulásokon vettek részt.